újabb 3 ponttal lett gazdagabb az ajkai csapat, úgyhogy a vezetőedzőt, Schindler Szabolcsot kérdezzük, hogy hogyan vélekedik erről a találkozóról. Nehéz mérkőzés volt, több szempontból is. Az első az, hogy az előző fordulókból sok mérkőzést láttunk, tehát láttuk a Sárvár játékát, nagyon fegyelmezetten és nagyon jól védekeznek, ez a mai nap is bebizonyosodott. A másik nehezítő körülmény, nagyon rossz állapot volt a pálya, eddig a legrosszabb pályán játszottunk, ami nem nekünk kedvezett, de én úgy gondolom, hogy a csapat, amit elterveztünk, az inkább a második fél időben valósult meg, az elsőben mi is szervezetten játszottunk, a második fél időben viszont gólokkal nyerhettünk volna, és nyertünk is. A csapategység nagyon ott volt, én ezt úgy érzem. Te is úgy érezted ezt az öltözőben, hogy beszélgettél a srácokkal előtte és a meccs közben is? Én is úgy érzem. Senki nem kap egyetlen esélyt arra, hogy lazítson. Aki lazít, az a kispadon találja magát, vagy a kereten kívül. Én szerintem ezt a játékosok kezdik ezt a filozófiát elfogadni. Ez egy fontos meccs volt. Ez a meccs ma még éjfélig, ezt elmondtam a játékosoknak, ma éjfélig számít. A holnapi naptól viszont a következő mérkőzésre kell készülnünk, tehát senkinek nem fogom megengedni, hogy lazítson, mert ez a legfontosabb. A csapategység az megvan, hiszen a másik fél időben egymásért küzdöttek a játékosok, amikor már vezettünk, és akkor is ugyanúgy gólra törően játszottak, tehát csak gratulálni tudok a csapatnak. Nagyon szép. A sárvári csapat 3-1-es arányban kapott ki az ajkai együttestől, ennek okán pedig megkérdezem a sárvári vezetőedzőt, Kovács Lászlót, hogy ő hogy vélekedik erről, miért kaptak ki? Köszönöm az érdeklődését. Hát annyit mondhatnék, hogy jobb csapattól kaptunk ki. Úgy gondolom, hogyha egyrészt eddig az eredményeket, ha nézzük, és komoly eredmények hátterével indultunk neki ennek a mérkőzésnek, hogy valaki 5 forduló alatt 18 gólt tud lőni, az nem akármilyen. Illetve, hogyha nem megy neki a játék, akkor a pontrugás részén is elő tudja venni, akár szabadrugás, akár szöglet révén. Tehát nagyon komplette egy ajka, nagyon jó összerakva és nagyon jó edzővel. Látszik a munka, mit akarnak és hogyan akarnak. Nyilván nekünk az volt a célunk, hogy védekezésünk a stabil legyen, illetve az egy-egy játékban védekezés terén jobban jöjjünk ki. Volt, hogy úgy gondolom, hogy tehát azt lehet látni kívülről, hogy jobb csapat. Kétszer tudtunk volna visszajönni a mérkőzésben. Az egyik az 1-0-nál, amikor kihagytunk egy lehetőséget egy visszaugrott labdával, illetve 2-0-nál volt egy nagy zicserünk, amit mellé rúgtunk. Akkor vissza tudtunk volna jönni a meccsre egy 2-1-jel, nem tudom, hogy mit hozott volna ki, de összességében úgy gondolom, hogy ha valaki ezt a mérkőzést látta, akkor a jobb csapat győzött. Mivel nem volt megelégedve a 90 percben? Hát azzal nem voltam megelégedve, hogy nyilván ilyenkor nekünk, mivel hogy kisebb költségvetésű, illetve olyan játékos állományunk van, ami nyilván nem arra törekszik, hogy mondjuk hogy első legyen, hanem arra, hogy a bennmaradást próbálja meg minél előbb érvényre juttatni. Ezért az nem tetszett az elején, hogy nem mindenki 100%-on játszott, tehát valakit láttam, hogy stresszelt és görcsölt. Tehát egy ajka ellen, amikor tudjuk, hogy minőségi különbség van, akkor nem hogy 100% alatt, hanem 100% pedig felett kell játszanunk, és ebben nem mindenki nem volt partner. Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert az idei évre. Köszönöm szépen.